az ügynek az aktualitására való tekintettel. Azt választottuk a 4. karbantartási konferencia motójára úgy, hogy célkeresztben az atomerőmű karbantartás. Ezzel a gondolattal nyitotta meg Szántó Jenő a 4. magyar karbantartási konferenciát, amelynek október 16-án és 17-én a Dunaújvárosi Főiskola ad otthont. Az MKK elnöke elmondta, a 2008-ban útjára indított kezdeményezés legfontosabb célja, hogy összefogja a karbantartási szakma műszaki értelmiségét, valamint lehetőséget biztosítson az ipari piac szereplőinek információ cseréjére. Karbantartás jelentősége egyre nő. És gyakorlatilag ennek a fontossága az, hogy két évenként az elméleti, illetve gyakorló szakemberek ezen a konferencián kicserélik a tapasztalataikat. Ide jön mindenki tanítani, de egybe tanulni is. Tehát én is tanítok itt, de nagyon sokat tanulok ezen a konferencián. Szántó Jenő kiemelte, a konferencia célközönségét főként a nagyvállalatok adják, ahol a karbantartás költségei akár a kiadások 50%-át is jelenthetik. Azonban a termelő eszközök megbízható működése érdekében elengedhetetlennek tartják a folyamatos felülvizsgálatot. Ez ugyanaz, mint az élő szervezet. Tehát az élő szervezet se működik végtelenségig. Neki szüksége van egyébként a szüksége van a karbantartásra, mégpedig a preventív karbantartásra. Tehát az a jó, hogyha nincs karbantartás, és gyakorlatilag ebben az egészben ez a prevenció, ez a tudomány. Két szakirányban van, karbantartási szakirány és a mechatronikai szakirány. A szervizelés fontosságát a Dunaújvárosi Főiskolán is elismerik, ezért a karbantartói szakirányt is beleépítették a gépészmérnöki alapképzésbe. A mesterképzésen pedig lehetőség nyílik továbbtanulásra is élettartam gazdálkodási szakmérnöknek. Ezeken kívül a témához kapcsolódó szakirányú továbbképzést is kiemelte előadása során Kis Endre, a Műszaki Intézet igazgatója. Elég nagy szakirány, ez szaktudás, meg elég sok eszközt, nagy eszközparkot halmoztunk fel, és azokat használjuk is. A kétnapos konferenciát 2008 óta két évente szervezik meg városunkban. Az idei szakmai fórum második napján egyes nagyvállalatok eszközeiről, karbantartási stratégiájának fejlődéséről, valamint kutatási lehetőségeiről szólnak majd az előadások. Amit szeretnék mi magunk kielégíteni.